Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Balatonalmádi környékéről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Balatonalmádi környékén, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit konkrétan itt rögzítek Balatonalmádi környékén. És most tulajdonképpen azt a túrámat folytatom tovább, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én most itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem most. Köszönöm szépen, és akkor folytatom tovább a mai túrámat, tartsatok velem. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, akkor folytatom tovább a túrámat, méghozzá arrafelé haladok a továbbiakban, tehát haladok tovább ugye Balatonalmádi irányába, remélem, hogy a továbbiakban is velem tartotok, köszönöm szépen. Na de, vissza kimegyünk a kerékpár útra. Tehát szépen itt visszakijövök a kerékpár útra, és akkor meg is mutatom néktek egyúttal azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem, akkor következzék ez. Szóval, kedves nézőim, lányok és fiúk, én az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból jöttem. Arrafelé van Alsóőrs, Csopak, Balatonfüred, Tihany, Aszófő, az konkrétan arrafelé van, és én az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem. Így hát a továbbiabban nem arrafelé folytatom a túrámat, hanem már fordulok is egy 180 fokot, és haladok tovább Balatonalmádi irányába. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor én a továbbiakban arrafelé folytatom az én kis túrámat, tartsatok velem! És akkor, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már folytatom is tovább a mai túrámat. Hát valójában azt a túrámat folytatom tovább, amit én ugye az ezt megelőző videóimban kezdtem el. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én most itt tulajdonképpen miről is hablatyolok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor folytatom tovább a mai túrámat egészen Balatonalmádiig. Hát Balatonalmádi már nincs olyan messze ide, mert tényleg már nincs olyan messze ide Balatonalmádi. Szerintem a következő videóban már meg is fogok érkezni Balatonalmádiba, több mint valószínű, hogy a soron következő videóban már meg is fogok érkezni Balatonalmádi városába, ami egyben ugye azt is fogja jelenteni, hogy a mai túrám, ez a vasárnapi túrám a végéhez fog érkezni ezen a vasárnapi napon, de nem csak ez a vasárnapi túrám fog véget érni, hanem véget ér az a túrám is, amit közel egy hónapja teljesítek itt a Balaton északi partján. Hiszen, hogyha megnézitek a utóbbi közel egy hónapban
készült videókat a YouTube csatornán, akkor abból jól leszűrhető az, hogy az utóbbi közel egy hónapban itt túráztam a Balaton északi partján, méghozzá a kerékpárúton, a Balatont körbe kerülő kerékpárúton. És a mai napon, vagyis ezen a vasárnapi napon, így október 20-án véget fog érni az a túrám is. Tehát az a túrám is véget fog érni, nem csak a vasárnapi túrám fog véget érni, nem csak a mai túrám fog véget érni, hanem véget fog érni az a túrám is, amit közel egy hónapja teljesítek már itt a Balaton északi partján. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is hablatyolok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen, és főleg az utóbbi közel egy hónapban készült videókat nézzétek meg. Köszönöm. És akkor haladok tovább ugye Balatonalmádi irányába. Tehát szépen haladok tovább Balatonalmádi felé. Itt tőlem jobbra ugye a 29-es számú vasútvonal. Tehát itt van tőlem jobbra ugye a 29-es számú vasútvonal. Ugye a 29-es számú vasútvonal, ugye az nem más, mint a Balatonnak a északi partjának a vasútvonala, ami konkrétan itt halad. Tehát itt halad ugye a 29-es számú vasútvonal, ugye és ez a 29-es számú vasútvonalnak ez már a villamosított szakasza, hiszen Balatonfürettől Budapest irányába villamosítva van a 29-es számú vasútvonal. Na de, haladok is tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a túrámat. Tőlem balra ugye a 71-es számú főút, középen itt a kerékpárút, és jobbra pedig a 29-es számú vasútvonal. Hát valójában ez a felállás már ismerős lehet nektek, hiszen amikor elhagytam Badacsonyőrst, ugyanígy ezen a kerékpárúton, akkor is pont ugyanez a felállás volt, hogy bal oldalt volt ugye a 71-es, középen volt a kerékpárút, és jobb oldalt volt a 29-es, pont úgy, mint ahogy most is itt is így van. Na de haladunk tovább természetesen, tehát folytatom tovább a mai túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is. És az az igazság, hogy valahol azért sajnálom, hogy a mai napon véget fog érni ez a túrám, amit ugye közel egy hónapja csinálok itt a Balaton északi partján, mert tényleg az elmúlt közel egy hónapban mindvégig ugyanezt a túrát teljesítettem itt a Balaton északi partján, ami a mai napon több mint valószínű, hogy a végéhez fog érkezni. Tehát azért valahol sajnálom, hiszen több mint majdnem egy hónapig itt túráztam a Balaton északi partján. Nyilván ugye megszakításokkal, hiszen hétköznap ugye én is dolgozok, pont úgy, mint bárki más. Tehát nekem is van munkahelyem, ahova el kell járnom dolgozni. Méghozzá klasszikus három műszakba járok, de ezt szerintem már elmondtam rengetegszer, rengeteg videómban, hogy ugye én a munkám mellett csinálom ezt az egész videózást, tehát nekem ez valójából tényleg csak egy hobbi, tehát semmi több. Na de haladunk tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát folytatom tovább a mai túrámat. És ahogy mondottam, hamarosan következik majd Balatonalmádi, ami több mint valószínű, hogy a következő videóban lesz, amikor majd végül is meg fogok érkezni Balatonalmádi városába. És akkor haladok tovább. És igen, egyre inkább nekem az rémlik, hogy én ezt a szakaszt már egyszer végig videóztam az elmúlt 6 évben, tehát egyre inkább ez rémlik nekem, hogy ezt a szakaszt már az elmúlt 6 évben egyszer végig videóztam, pont ugyanígy gyalogoltam, mint most, csak ez ugye egy pár évvel ezelőtt volt, szerintem még 2019-ben,
Hát valószínűleg az még 2019-ben volt, amikor utoljára itt gyalogoltam, úgyhogy közben valójában ugye videót is rögzítettem. Tehát ez szerintem 2019-ben volt, amikor pont ugyanígy gyalogoltam, mint most, pont ugyanebbe az irányba, és pont ugyanúgy, mint most, akkor is ugye videót rögzítettem, tehát ugye ez 2019-ben volt. Hát azóta számtalanszor végig gyalogoltam itt, tehát rengetegszer végig gyalogoltam itt azóta, meg végig is utaztam itt vonattal, több alkalommal is. Hogy, ja. Tehát valójában ez a szakasz nekem nem újdonság, hiszen már nagyon sokszor végig gyalogoltam itt, csak úgy teljesen random mód. Tehát rengetegszer végig gyalogoltam itt már. Főleg akkor, amikor még Csopakon laktam, főleg akkor gyalogoltam itt rengetegszer végig. Pont ugyanígy, mint most. De hát ugye ez már évekkel ezelőtt volt konkrétan, hiszen 2020-ban beköltöztettek ugye Veszprém városába, legnagyobb bánatomra. Azóta is Veszprém városába vagyok elszállásolva, legnagyobb bánatomra. Na de, ugye ilyen ez a szakma. És akkor haladok tovább természetesen, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a mai túrámat. És akkor a következő videóban több mint valószínű, hogy meg is fogok érkezni Balatonalmádiba. Amúgy baromi nagy forgalom van itt a 71-esen. Tehát tényleg baromi nagy itt a forgalom, a 71-es számú főúton. Tényleg baromi nagy a forgalom. Meg a kerékpárosok is előkerültek. Elég sok kerékpárossal találkoztam már, mióta elindultam Csopakról. Tehát a kerékpárosok is előkerültek. De még se annyi, mint ugye a tegnapi napon, amikor ugye Alsóörstől gyalogoltam Csopakig. Ugye az a tegnapi napom volt. És a mai napon meg ugye Csopaktól gyalogolok Balatonalmádiig. És a mai napon pedig vasárnap van. Mi volt tegnap? Szombat volt. Na jól van, akkor haladjunk tovább természetesen. És ahogy mondottam, ugye hamarosan majd következik Balatonalmádi. Tehát tényleg most már hamarosan Balatonalmádi következik. Ami egyben ugye a túrám végét is jelenti. És akkor folytatom tovább a mai túrámat. És hamarosan a mai szakasz is a végéhez érkezik. De nem csak a mai szakasz, hanem az elmúlt közel egy hónap túrája is, túrám is a végéhez érkezik. Na de megyünk tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát szépen folytatom tovább a túrámat. És ahogy mondottam, ugye hamarosan következik Balatonalmádi. Hát több mint valószínű, hogy a
következő videóban megérkezek Balatonalmádiba. Tehát ez több mint valószínű, hogy a soron következő videóban lesz, amikor majd végül is megérkezek Balatonalmádiba. Ami egyben azt is fogja jelenteni, hogy a túrám véget fog érni ezen a vasárnapi napon. De nem csak ez a túrám fog véget érni, amit ma teljesítettem, hanem az utóbbi közel egy hónapi túrám fog a végéhez érni ezen a vasárnapi napon, így október 20-án, hiszen szeptember 22-én kezdtem el ezt a túrát, mert tényleg szeptember 22-én kezdtem el ezt a túrát, méghozzá Balatonakaratján. Ugye akkor rögzítettem az első videókat ebben a túrával kapcsolatban, szeptember 22-én, és a mai napon meg ugye október 20-a van, ugye két nap híján, egy hónapja annak, hogy teljesítem ezt a túrát, mert tényleg két nap híján, egy hónapja annak, hogy benne vagyok ebben a túrában. Ami valahol sajnálom, hogy végéhez érkezik ez a túrám, tehát valahol sajnálom, hogy a végéhez érkezik ez a túra, de viszont ugyanakkor jövök majd új túrákkal természetesen, és több mint valószínű, hogy a következő túrám az már ilyen erdei túra lesz, tehát a szokásos erdei túraösvényes, túraútvonalas videó lesz szerintem a következő túrám ezután. Hát, hogy mikor, azt még nem tudom, de több mint valószínű, hogy az lesz. Na de haladunk is tovább Balatonalmádi felé. És tényleg már csak egy pár száz méter, és megérkezek Balatonalmádiba egy pár száz méter múlva. Tényleg már csak egy pár száz méter van vissza, hogy megérkezzek Balatonalmádiba. Hát valójából következik a legutolsó szakasz, vagyis a célegyenes. És én folytatom a túrámat természetesen. Hát, lányok és fiúk, kedves nézőim, pár száz méter, és megérkezek Balatonalmádiba. Hát tényleg már csak egy pár száz méter van vissza ebből a túrából. De mivel, hogy ez a videó közel 20 perce megy, így hát lezárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. Természetesen, hogyha tetszett ez a videó, akkor azt díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot. Közben egy vonatspotting, így a videó végén. Ez így a videó végén jó is jött, egy kis vonatspotting, így a videó legvégére, pont jó jött. Úgyhogy lányok és fiúk, hamarosan folytatom ezt a túrát, a célegyenessel tulajdonképpen, mert ugye ezután már a célegyenes következik valójából, és akkor ugye ez a túra ez végéhez fog érkezni, még ezen a mai napon. Hát lányok és fiúk, kedves nézőim, hogyha tetszett ez a videó, akkor azt természetesen díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Természetesen a videóról, illetve az útvonalról. Köszönöm szépen! És akkor hamarosan folytatom ezt a túrát egy soron következő videóban. Remélem, hogy a soron következő videóban is
velem fogtok tartani, és én majd a továbbiakban arrafelé fogom folytatni a túrámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, de ez egy következő videó témája lesz. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Balatonalmádi határából. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Sziasztok! És akkor hamarosan folytatom ezt a túrát egy következő videóban. És akkor a következő videóban arrafelé fogok haladni, de ez egy következő videó témája lesz. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!